Kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak az Európai Néppárt. A párt család Facebook oldalára egy Orbánról készült képet tettek ki azzal a felirattal, hogy ideje menni. A bejegyzésben pedig azt írták, Magyarországot újra közelebb kell hozni Európához, és esélyt kell adni a rossz vezetés okozta károk helyreállítására. A helyzetet Víg Zoltánnal értelmezzük. Tulajdonképpen egyik beszélgetés némiképp átfolyik a másikba, hiszen erről a témáról beszéltünk pár mondatot az előbb is. Örülök, hogy itt van. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert hogy azt állapították meg az előző beszélgetőtársaim, hogy igen, ez a téma ez ott van hosszú évek óta a két fél között, a magyar kormány meg az Európai Unió között, de azért ilyen stílusban, ilyen módon egy miniszterelnökkel, egy miniszterelnökről nem szoktak beszélni, és nem szoktak ilyeneket üzenni. Mit gondol erről? Valóban nem szokás. Utoljára egy kivételesen éles pengeváltás egy olasz uniós soros elnökség során zajlott le, amikor Silvio Berlusconi, Isten nyugasztalja, akkori miniszterelnök kelt ki az ellen, hogy az Európai Bizottság úgy viselkedik, mint a koncentrációs táborokban a kápók, tette ezt a kijelentést egyébként az Európai Parlamentben, és hát akkor ott ugye egy éles politikai vitát váltott ki. Nem sokkal később az Economist címlapján, akkor még Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság az Unió tagja volt, megjelent a Just Go feliratú felirat Silvio Berlusconi feje mellett, vagy ábrázolata mellett a címlapon, és valóban néhány nap múlva Berlusconi távozott, mert akkoriban az volt a közvélekedés, hogy az olasz gazdaságot nem tudja tovább menedzselni, tehát a személye akadálya Olaszország politikai és gazdasági fejlődésének. Most nem erről van helyzet. Egy rendkívül kiélezett személyeskedésig fajuló ellenségeskedés lépett föl, különösen érzékeny időszakban, a magyar uniós elnökség időszakában. Azt láthatjuk, hogy az uniós elnökség egyébként figyelemre méltó programja az már senkit nem érdekel, de meglehetősen nehéz kiszámítani, ez a chicken game, ez hogy alakul, mert szemlátom, mert senki nem akar engedni ebből a pozícióból. Orbán Viktor és Szijjártó Péter miniszterelnök felvette ezt a tulajdonképpen megtámadott, ártatlan mártír pozíciót, és a saját igazuk védelmében ugye próbálják hitelteleníteni a bizottságot. Hát ez nyilván egy belpolitikai küzdelem része. A magyar belpolitikai része az teljesen egyértelmű, folytatja a kormánypártnak szintén megtámadott erőt, védekezünk ellenünk mindenki sztoriát. Ugyanakkor az Európai Bizottság és az Európai Tanács körében szerintem még nagyobb fejfájást okoz, hogy van-e esélye a békülékenységnek Orbán Viktorral szemben. Van-e esély arra, hogy mint egykor Angela Merkel valamilyen formában hát temperálja a magyar miniszterelnök különutasságát, vagy kicsit tolerálja és megpróbálja bentartani? Lát ilyen törekvést az Európai Bizottság részéről? Nem. Nem, nem, ez a hajó már elment, és én attól tartok, hogy a következő időszakban még inkább ez a bizalmi válság és az ellenséges retorika tehát mélyülni fog. Mennyire táplálja ezt a hirtelen jött éles hangnemet az, hogy kihívója lett láthatóan a kormány oldalnak Magyar Péter személyében, aki ott is van az Európai Parlamentben, ott van a Néppártban, tehát voltak éppen van ki mögé beállnia mondjuk Manfred Webernek? Ez már valóban párját ritkítóan érdekes jelenség, hiszen amit a strasbourgi vita kapcsán is láttuk, valóban egy belpolitikai, egy tagállam belpolitikai és részletekben ő vitáját tették európai közügyé, egy európai fókuszba, egy európai rivaldafénybe. És az a támogatás, amit Magyar Péter kapott az eddigi politikai háttérével és múltjával, ez precedens nélküli, ilyen szinten. Érdekes játék, és hát érdekes fejlemények váratok. Ezzel összefügg-e vagy sem az, hogy Szijjártó Péter rögtön utána megjelent Oroszországban, meg az, amiket mondott, vagy amiket nem mondott, de neki tulajdonítják, ebben valószínűleg most mi nem fogunk tudni igazságot tenni, hogy mondta, nem mondta, hogy volt, de minden esetre azok éles, kemény mondatok, és hát eléggé fájók lehetnek nyugaton. A retorika, a mondandó egybevág.
És igazából nagyon figyelemre méltó, hogy a RIA Novosti orosz hírügynökség 3 napon keresztül 8 részletben hozta le a Szijjártó interjút, nem egy az egyben jelent meg, vagy unblock, ahogy szokták mondani az édes beszédben, hanem igazából egy-egy éles statementet választottak ki, és aköré építettek ilyen keretezést. 24 óra alatt megváltoztatták az ominózus címet, amit sokan kifogásoltak, hogy Szijjártó Péter a NATO-t okolta, vagy a NATO hibájának nevezte a 2021 decemberi politikai helyzet, külpolitikai helyzet. Most már az a verzió jelent meg az orosz szájton, hogy Szijjártó Péter sajnálja, hogy nem volt párbeszéd Oroszország és a NATO között. Viszont sokkal érdekesebb, hogy mi egyéb jelent még meg, amire nem tértek ki a hírelemzők. Például Szijjártó Péter bejelentette, hogy Ukrajna, nem csak az Egyesült Államok akart beavatkozni a 2022-es választásokba, hanem Ukrajna is. Mi több, Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter fölhívta a budapesti ukrán követséget, és kifejezte, hogy az a követség szóljon bele, vagy próbálja befolyásolni a választásokat. Amit ugye vagy kiszivárogtatott valaki, vagy a magyar szolgálatok lehallgatták az ukrán követséget, hogy megint érdekes kérdéseket vett fel, de mindez Moszkvában a moszkvai agendához illeszkedve, vagy a moszkvai propaganda szólamokhoz illeszkedve meglehetősen egy irányba húz. Azt még hozzá kell tenni, hogy az orosz propaganda nem igazán megértő Magyarországgal szemben. Tehát Szijjártó Péter még szavai... Még úgy sem, hogy az egyetlen Európai Uniós ország, amelyiktől néha jó mondatokat kapnak? Inkább úgy tűnik, hogy azt, ami a moszkvai kommunikációba, vagy propaganda irányába illik, azt beemelik, de valahogy az az ellenségünk, akivel kicsit együtt tudunk működni, és kicsit igazat tud nekünk. Tehát ez Magyarország besorolása. Nem mutatnak megértést például Magyarország politikai ügyei iránt. Azt mondják el, hogy Orbán Viktor mennyire kívánja Trump győzelmét, mennyire föl van háborodva Szijjártó Péter, Kamala Harris beszólásain, mennyire szeretnék a Gazprommal való együttműködést fokozni Magyarországon, még akkor is, hogyha ez egyelőre nem mutat tovább néhány szándéknyilatkozat alá. De mindenképpen látszik, hogy Magyarország egy ilyen bezzeg példa arra, hogy van ilyen nyugati tagállam is, de egyáltalán nem lehet azt a ilyen érzelmi szimpátiát felfedezni az orosz tudósításokban Magyarország iránt. Miközben furcsa módon Magyarországot meg azzal vádolják, a magyar kormányt egészen pontosan, hogy ugyanilyen érzelmi szimpátiával fordul Moszkva irányába, ugye ez az Európai Uniós megállapítás a magyar politikáról. Nem érzelmekről van itt szó, szerintem Moszkva a magyar kormány kommunikáció számára egy ilyen, tényleg ilyen bezzeg dolog, hogy nézzétek meg, mi a nemzetközi megmérettetésben önállóan tudunk lenni, ez a mi szuverenitásunk kifejezése, ugye van Oroszország, ami abszolút szuverén, mert tényleg senkitől nem függ, és senkivel nem barátkozik. Mi pedig megtehetjük azt, hogy különösen olyan kérdésekben, mint az energia, ezt a különutasságot nem csak fönntartjuk, de erősítjük is. Vég Zoltán, köszönöm szépen.